A zombori Szent Rókus temetőben nyugszik Herceg János. A Berta Ferenc Zsebszínház megalakulása óta immár 12 éve gondozza a sírhelyet, és azóta tart megemlékezést az író születésnapján. A következő fő feladat, hogy Herceg János munkásságának egy részét lefordítsák, és szélesebb körben megismertessék. Nagyon fontos lenne, hogy a legalább a zomborban élő szerbség elolvassa legalább azokat a hercegműveket, amelyek magáról a városról szólnak. A helyi magyar művelődési egyesületek és pártok, valamint a szervezők helyeztek el virágokat a sírnál. Magyar írók vagyunk, nem nézhetjük közömbösen népünk sorsának alakulását. Ez volt Herceg János arszpoétikája. Herceg János az életének jelentős részét itt élte le, tehát ő az emberek között mozgott, ismerték, falvakban is ismerik. Mondjuk én gyerekkoromból vissza tudok emlékezni arra, hogy apámmal jó barátságban volt, és évente kétszer-háromszor megfordult nálunk, és hiszem, hogy ő máshol is megfordult ugyanúgy. A megemlékezés után hirdették ki az idei Herceg János irodalmi díj nyertesének a nevét. Ezúttal Csík Mónika költő író érdemelte ki az elismerést. Az idei dunatáji Herceg János napok következő rendezvénye május 28-án lesz, ahol az idei díjazott mutatkozik majd be.